A községi képviselőtestület második rendes ülésén 15 támogató és 12 ellenszavazattal, valamint egy érvénytelen voksal választották meg a község előjáróit. A VMS színeiben politizáló Ceglédi Rudolf, aki immár második mandátumban tölti be a polgármesteri tisztséget, a következő 4 év legnagyobb kihívásának az elvándorlás mértékének csökkentését tartja. A fiatalok érezzék, hogy ez a város az övéki, és hát valami módon egzisztenciát is tudjunk nekik biztosítani, az már egy biztos alapot teremt arra, hogy a jövőben városunk megmaradt és fejlődhet is. Az új alpolgármester Győri István, aki a Szerb Haladó Párt tagja, tartományi és köztársasági segítséget remél a tervezett fejlesztésekhez. Mivel tudjuk, hogy a köztársaság szinten, tartomány szinten is a Szerb Haladó Párt alakította a kormányt, és úgy gondoljuk, hogy úgy érezzük, hogy ez nekünk egy jó jel arra, hogy Zentának nagyobb segítséget bírunk kapni, amire szüksége lesz úgy a köztársaságtól is, úgy tartomány szinten is. A községi tanácsban 4 hely jutott a Vajdasági Magyar Szövetségnek és 1 a Szerb Haladó Pártnak. A VMS tanács tagjai közül Kosicki András a turizmussal, a kommunális ügyekkel és a civil szervezetekkel foglalkozik majd, Lőrinc Csongor az egészségüggyel és a szociális kérdésekkel, Perpauer Attila az oktatással és a kultúrával, Varga Viktor pedig a gazdasággal és a gazdaságfejlesztéssel, míg az SHP tagja Daniló Popova sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos kérdésekért felel majd. Az egészségügy területén a Zentai Közkórház fejlesztése élvez majd prioritást a következő időszakban. Ahogy ki is hangsúlyoztuk itt az ülés alatt, tehát egy CT berendezés és az onkológiai osztály kiépítése mindenféleképpen egy privilégiót élvező elkerületetlen feladat. Az oktatás területén az intézményhálózat fejlesztésére és az oktatás színvonalának növelésére helyezik majd a legfőbb hangsúlyt. Folytatni tovább az oktatási struktúra fejlesztését és megtartását Zentaközség területén, beleértve itt az óvodát, az általános iskolát, középiskolát és a felsőoktatást, valamint a felnőtt oktatást is. A község polgármesterének, alpolgármesterének, valamint a községi tanács 2 tagjának a kinevezésével 4 képviselőnek megszűnt a mandátuma a KKT-ben. Helyüket Juhász Attila magyar tanár, Bolyán Faragó vállalkozó, Urbán Zsuzsanna tanítónő és Stántics Sebastian okleveles politológus vette át a testületben.